Lendvai szőlőhegyre jellemző pincétől hosszú faluik, hogy ugye délkelettől aztán délnyugatig húzódik, de szinte minden lejtő, ezek a tenger fölötti magasságok és ez a terriőr, ami itt van ezen az oldalon, ez valamiképpen úgy érett össze, hogy nagyon kellemes kihatással tud lenni, nem csak a fehérboroknál, a rozi, még a vörösboroknál is. Manapság nem mernék többet, mint 400 hektárt mondani, mert sajnos valamikor a munkahelyek művelték még ezeket a szőlős kerteket. Manapság, mivel hogy minél odább, annál kevesebb a munkahely, nem tudják a tulajdonosok megreckírozni azt, hogy hát tovább műveljék, vagyis hát minőséges borokat csináljanak, ami a kínálatot illeti, nem csak másút, hanem Lendvahegyen is csak a minőséges borokat tudjuk eladni, és ettől akkor akármilyen kicsi tételben nem is lehet csinálni olyan minőséget. 11 fajtából, 3 hektáron 11 fajtából állítom össze ezeket a dolgokat, de úgy gondolom, hogy ez a kicsi több fajta több lehetőséget ad, hogy kombináljam a dolgokat, hogy kiegyenlítsem a minőség diagramát, hogy ne legyen olyan, mint a fűrész, ugráljon feneklenek, hanem hullámozzon, enyén hullámozzon. Úgy gondolom, hogy a Lendva, vagyis a Lendvahegy még mindig felfedezetlen terület pozitív értelemben, ami a borturizmust illeti. Fantasztikus borok nagyon messziről ide tudják csábítani a vendégeket. Én büszkén állítom azt, hogy Budapesten talán jobban ismernek bennünket, mint itt Lendván, és nagyon nagy tisztelettel és szeretettel fogadjuk a vendégeket.